A Fenyveserdő bölcsőde és a Napsugár bölcsőde fogadja mától a kisgyermekeket, miután a Bóbita bölcsőde az energiaválság kezelésével kapcsolatos intézkedési terv alapján átmenetileg bezárt. 15-e szombat munkanap volt, kevesebb gyermeket fogadtunk, és ez a nap alkalmas volt arra, hogy berendezkedjünk a tagintézményekbe, és hétfőtől már itt fogadtuk a gyerekeket. A Bóbita bölcsődébe 51 kisgyermek járt. Úgy osztottuk be a csoportokat, hogy a Napsugár bölcsödében légköbméterben nagyobbak a csoportszobák, ezért oda került 3 csoport, és a Fenyveserdő bölcsödébe pedig 2 csoport. Az átszervezés ellenére az ellátás a jogszabályoknak megfelelően zajlik továbbra is, és még néhány üres férőhelyjel is rendelkezik a bölcsőde. Tóth Kata intézményvezető arról tájékoztatott, a szülők elfogadták a változás szükségességét. A szülőknek logisztikailag kellett ugye átalakítani a reggeleket és a délutánokat. Minden esetre szerintem a legeslegfontosabb, hogy ugyanazokkal a kisgyermeknevelőkkel, dajkákkal, az őket gondozókkal, nevelőkkel kerültek együtt áthelyezésre. A legeslegfontosabb. És azt gondolom, hogy minden szülő nagyon jól vette ezt az akadályt, és ma rendben megérkeztek a gyermekek a szülőkkel együtt, úgyhogy gyakorlatilag ugyanabban a mederbe folytatódott a bölcsődei ellátása a gyermekeknek. A Bóbita bölcsőde munkatársai is partnerséggel és megértéssel fogadták a változást, hangsúlyozta az intézményvezető.